Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és ez itt a Survivor sorozatom következő része lenne. Igazából nem tudom most szem szerint, hogy hanyadik rész ez, de ez most nem is annyira lényeges, sokkal inkább az lényeges, hogy mik történtek videón kívül, amiket ti nem láthattatok. Igazából egy dolog történt, állatokat hoztam a haza, konkrétan két tehénről van szó, azok már szaporodtak is, ezt láthatjátok a növényes farm mögött. Igazából arról szólt, hogy elmentem egy fél óráig, kerestem teheneket, négyet találtam, abból egy leesett egy szakadékba, a másik meg úgy gondolta, hogy nem fogja követni a búzát, hanem megfordult és saját utakon kezdett el járni. Viszont kettőt sikerült hazahoznom, amit rögtön pároztattam is, és azóta már négy tehenem is van. És még egyszer mondom, vagy nem mondtam még, de most mondom, hogy nem addoltam őket, tehát elmentem értük tisztességesen, és... meg is szereztem őket nagy nehezen. Igaz, hogy beletelt vagy egy háromnegyed óra, de minden esetre sikerült. Szerintem akkor mindenki is nőtt, úgyhogy először is azzal fogunk kezdeni, hogy learatunk itt mindent. Jó. Nézzük, mit kell learatni, ugye búza. Az így meg túl rossz. Na, így jó. Na, de jó, hogy a felét ott hagytuk. Amúgy... most, hogy így van rá alkalmam, szeretném bejelenteni, amit már amúgy egy régebbi, sokkal régebbi videómban is bejelentettem, hogy szívesen várok saját készítésű, tehát ezt hangsúlyozom, a saját készítésű, nem pedig internetről letöltött adventure mapokat. A leírásban található e-mail címre, de azt most is elmondom, gibbmc@mailbox.hu, azaz gibbmc@mailbox. bocsánat.hu. Erre az e-mail címre nyugodtan küldhettek adventure mapokat, amelyeket én egy csak is erre szánt sorozatban végig fogok játszani. Ez igazából nem kopi lenne, mint mondjuk James, vagy bárki ilyen híresebb videós, mert ugye nem ő az egyetlen, aki ilyen map végigjátszós sorozatot indított, és én miért ne csinálhatnék végül is. Szóval igazából szerintem ez így teljesen jogos érv. És tehát még egyszer nyugodtan küldhetek erre mapokat, én nagyon szívesen várom őket, és hogyha sok map érkezik, akkor heti 3-4 videó is összejöhet ebből, de ez persze csak rajtatok múlik, mondjuk rajtam is múlik, hogy én mikor érek rá, de nyilván azon is múlik, hogy ki küld, és mikor adventure mapokat, és milyen mennyiségben. Most nem azt mondom, hogy most azonnal kezdjetek hozzá, tehát ez tényleg nem utasítás, csak hogyha valaki szeretne ilyen sorozatot, akkor nyugodtan küldhet nekem saját készítésű adventure mapokat. A lényeg, hogy ne legyen túl rövid, tehát minimum 5 perces azért legyen, hogy ne legyen egy olyan 2 perces videó, hogy mondjuk át kell ugrani 2 blokkot, és kész is van a map. Tehát azért legyen egy ilyen alaphosszúságú map. Továbbá a kinézete is, tehát ne annyira túlnya legyen, hogy mondjuk csak földből van építve az egész, vagy ilyesmi, hanem azért legyen egy kicsit stílusos, nem kell azért olyan nagyon cicás, de azért gondolom, tudjátok, mire gondolok. Illetve a változatosság, ami annyit jelent, hogy ne folyton mondjuk jump vagy quiz legyen, hanem mondjuk szeretem a quiz, de attól még lehet más is, tehát ilyen változatos feladatokat rakjatok bele, és szerintem igazából ez a három elv, aminek meg kell felelnie egy ilyen adventure mapnak, vagyis 4, bocsánat, ugye saját készítésű, minimum 5 perc hosszú, szép legyen amennyire, tehát egy minimum kinézete azért legyen, és
változatos feladatok legyenek benne. Tehát igazából ennyit erről a témáról. Igazából nem terveztem még semmit erre a részre, hogy mit csináljak benne. Majd szerintem úgy jön magától. Ide berakjuk gyorsan a termést. És még gyorsan megetetem a teheneket. XP. Így. Jó van, ezzel is meg vagyunk. Most ezt a tököt látom, kiszedjem. Hát itt vagyok most végül is, miért ne gyorsan kiszedem. Hát sokféle dolgot tudnánk most csinálni mondjuk ebben a részben. Például bányászás, kalandozás, de igazából nincs sok értelme a kalandozásnak, mert mit csinálhatnánk. Hát élelemforrásunk az van, ugye kenyér, tökpite, kakaóbab, vagy éppensége majd tehén hús is lesz, ami azért valljuk be, hogy elég tápláló energiaforrás. Mit kéne csinálni? Hát szerintem csak az lesz, hogy elmegyünk bányászni. Ahhoz kell csákány. Inkább csinálok még egyet. Meg viszek fákját. Jó, egy kis vas. Ó, abból is már hiány van, úgyhogy mégiscsak jó, hogy lemegyünk egy kicsit. Így. És hús, vagy kajának mondjuk. Jó. Szerintem indulhatunk is, remélem, hogy nyilván, hogy nem. Ezt nem értem amúgy tényleg, hogy miért rakja át folyton egy másik nehézségi szintre, pedig én mindig easy-n hagyom. Még amikor, még videón kívül se szoktam átrakni peaceful-ra, tehát még akkor is easy-n szoktam lenni, de nem értem, tehát tényleg valami hiba van vele, vagy én nem is tudom, hogy mire gondoljak. Visszamegyek ebbe a barlangba, mert még vannak járatok, amiket nem fedeztünk föl, és szerintem ott biztos találunk valami nyersanyagot. Ez alatt gyémántot is értek, mert konkrétan egy van, ha jól emlékszem. Az pedig egy, nem, abból csak ásót tudok csinálni, de az meg most minek egy gyémántásót csinálni. Jaj, jaj, jaj. Epic lag. Szerintem most jöjjünk el ide. Júj! Úgy látszik, már nagyon vártak engem. Ó, vas, az jó. Mindjárt visszajövök el, tehát csak egy kicsit itt kivilágítom. Aha, itt ennyi. Ez itt miért? Cobblestone. Ja, értem. Ja, ez így körbevisz. Nagyon jó. Zúzott követ nem hoztam magammal, úgyhogy majd mindjárt szerek egy keveset, mert építőanyagnak az mindig jól jön. Hát ez nem a legtöbb vas volt. Mindegy, ez is valami. Reméljük azért, hogy nem fog ennyire na, tehát nem fog azért nagy hiányban szenvedni a bánya nyersanyag mennyiséget, illetve ez alatt, vagy értve ez alatt. Na, még egy kicsit szedek, hogy azért legyen, mondjuk, hogyha láva fölött kell hidat csinálni, vagy be kell temetni valamit, akkor legyen valami kis anyag is hozzá. Hát,
ennyi szerintem most egyelőre elég is lesz. Jó, akkor hát ez hamar megvolt az a járat, de még itt talán van. Vagy ez itt micsoda? Itt jártunk. Akkor nem tudom még hol vannak ilyen. Á, ott is van egy lefedett járat. Ezt még a előbbi részekben így betemettem, hogy ne ugorjon a nyakamba semmi, amíg nem voltam felszerelkezve. Júj! Apukám! Hát ez nagy meglepetés volt. Ezt a vizet én mindjárt elállítom. Elállítom. Júj, na. Hoppá, ott van még egy elftárs. Oké. Hello, baby. Viszlát, baby. Aha. Még egy kis vas. Jaj! Még bele, képes vagyok belesétálni a lávába. Aha, hogy te innen jössz. Jó, na. Hát ne siessünk ennyire akkorra. Egy kicsit ezt még itt betemettem először, ha elérek odáig, mert ezt majd mindjárt megnézzük, csak előbb még itt egyenesen elmegyünk. Igen, ásót azt jó lett volna hozni magunkkal, de hát most már mindegy. Lazuri, szén, vas, még egy kis vas. Hoho, hát itt úgy érzem, el leszünk egy darabig. Uff. Jaj, pici zombi. De cuki falat vagy. Jaj. Hé. Nyugi van, tesó. Jó, hát először még ide, ha nem haragszotok, még nem jönnék le, mert még van itt a hátam mögött felfedezni való. Szóval ezt gyorsan befedem. Meg ezt is, ha nem lenne epikus FPS lag. Köszönöm, Minecraft, hogy engedsz játszani. Igazán szívhez góló. Igazán szívhez szóló ajánlat. Ó, nagyszerű. Zseniális. Hát akkor megint egy kis cobblestone gyűjtés, most nem kell olyan sok, mert csak ezt akarom itt befedni. Tudom, hogy nem lesz elég, de mindegy most már. És már pont kettő kell. Jó. Ezzel is meg vagyunk. Júj! Szevasztok! Viszlát. Ó, te is itt vagy. El is tört a vaskardom, de van másik is. Aha. Aranyos gondolat. Ó. Aranyos gondolat. Nagyon aranyos. Jó, erre nincs más, akkor egyel kevesebb felfedezni való hely. Muszáj még egy kis cobblestone-t összeszednem, hogy le tudjam fedni itt. Ó, közben találtunk aranyat is. Jaj, ki az? Jaj! Hagyjatok most már. Nem érek rá. Fontos dolgom van.
Jó. Fúha, el kéne zárni itt a live-et, ólávát, vizecskét, ami nem egy könnyű foglalkozás. Cuki. Na, úristen, ez nagyon nagy bánya lesz itt, én már látom. Ajaj. Ez nem a legjobb megoldás volt, mindegy. Most már mindegy. Ó. Ne! Idióta Minecraft, most már elegem van belőled. Akkor is felúszok. Na, felérünk még ma, vagy visszajöjjek húsvétkor? Ahó. Ok, kösz. Jaj, vízicsúszda. Vagy nem. Jó, akkor visszamegyünk a járat elejére, és elkezdjük szépen sorba kibányászni az életeket, de akár visszafele menet is csinálhatjuk, az úgy gyorsabb lesz. Ha a csákányt a kezembe tudom venni. Olyan régen Minecraft-oztam már, mert Isten legyen veled, komolyan. De olyan régen Minecraft-oztam már, de ezt szerintem ti nem vettétek észre, mert hogy folyamatosan jönnek föl a Minecraft-os videók, de amúgy előre fel vannak véve, tehát van amelyiket például még szeptemberben vettem föl, és tehát már régen Minecraft-oztam, elszoktam egy kicsit a billentyűzettől, a vasdtól. És ezért nem tudom annyira irányítani. El fog fogyni a fákja, jó, nem fog elfogyni. Akkor nem volt itt semmi, de van egy kis szén, az pedig mindig jól jön. Még ha sok is van belőle, mert amúgy a következő részre azt terveztem, hogy egy automata sütőt fogok csinálni. És igazából akkor majd a következő rész csak is arról fog szólni. Semmi földművelés, semmi bányászás, csak is annak a megépítése. Maximum akkor megyünk le bányászni, hogyha valami nyersanyag hiányzik a megépítéséhez. Remélem, hogy ilyen nem fog történni, mert bányászni nekem sincs kedvem annyira. Jó, de sok fény, hát. Miért is ne? Jó van, kibányásszuk. Már most mit csináljak? Nem akarom itt hagyni, mert már nem akarom itt hagyni. Miről kéne most beszélni, hogy ne legyen annyira nagy csönd a videó folyamán? Jaj, azt hiszem, megijedtem már, hogy csak egyet hoztam, de még jó, hogy csináltam, hogy kraftoltam még egyet, mert akkor most buktam volna. Jó, hát itt igazából nem volt semmi. Merre nem mentünk még el? Szerintem mindenhol. Ja, még itt nem voltunk. Aha. Hú, ott láva van. Jaj. Szevasztok, pajtások. Hányan vagytok ti még? Na.
Aha. Nagyon édes. Hogy ti is lássatok valamit. Ha nem gond. Ó, ott láva is van. Marha jó. Jaj, meg lesz, meg lesz, meg lesz, meg lesz, meg lesz, meg lesz, jó. Oké. De kicsit kivilágítjuk gyorsan, hogy semmiképp se jöjjenek nem szívesen látott vendégek a helyszínre. Ezt is jól megmagyaráztam. Na mindegy, gyorsan be kéne fejezni ezt a részt. Oh, hello! Ja, még ilyet sem láttam. Pici falusi zombi. Menj már az akármibe. Na. Gyorsan ezt megcsináljuk. Már a bányászást. Értem. Nem tudom, honnan jött az a kicsi zombi, mert tudomásom szerint minden helyet kifáklyáztam, ahol jártam, még azt a helyet is, ahol nem jártam. Az arany az igazából nem tudom, mire lesz jó, mert fegyverként ugye hamar elkopik. Páncélként is nem sokáig szolgál. Ja, még itt van. Jaj, van itt még dolog, amit ki kell szedni. Hogy még ott fönt van bánya folytatódás. Folytatódás. Hát most az összeszenet már nem akarom kiszedni, mert már nem akarom kiszedni. Ezt a keveset. Jó, most már fémből nem kell annyira sok. Azért túlzásokban elsünk. Jó. Ezt a láivát kéne elállítani valahogy. Mindjárt. Meg is próbáljuk. Így. Aha, jó. Közben készítsük a fáklyát, mert az így sötét lesz majd. Úristen! Te jó szagú krumpli! Te jó ég! Itt is vagyok igazából, csak egy gyors vágás volt. Mi történt itt? Oké. Biztos egy creeper. Jaj! Haj! Fú! Hát én ebbe... most nem, ne. Ah, kardomat is eldobom én, barom. Ú, de nagyon ügyesek vagyunk. Ugye? Ugye? Imádlak. Idióta zombi. Na, vissza is tértem. Itt van, ahol meghaltam, és itt is van a vaskardom újra. Visszarohantam érte. Hát igen, ez egy elég nagy csattanó volt a videóba. Most a szenet, azt most nem akarom kivenni, kibányászni. Vas. Már ne is fáradtam, annyit bányásztam itt, mert közben még jöttem vissza a vágás alatt, addig bányásztam egy keveset, és hát igazából csak az úton,
amit találtam, azt így gyorsan kiszedtem. Viszont fákjából is kezdünk kifogyni lassan, és a videó idejéből is kifutunk lassan. Lassan, de biztosan. Úgyhogy gyorsan be kéne fejezni itten a dolgokat. Csak az a baj, hogy most annyi dolog van itt, hogy egy óra mire kiszedem, de muszáj kiszedni, mert később még hasznos lesz. Annál kevesebbet kell lejönni unalmas bányászatokra, minél több nyersanyagunk van. Ugyebár. Bár, ugyebár. Egy kis arany még. Majd csak jól jön. Itt szerintem igazából mindent kiszedtünk. Ja, itt minden megvan. Szóval még itt elnézünk, vagy itt már jártunk? Igen, szerintem itt jártunk a sok szénnél, igen. Akkor elindulhatunk visszafele. Jó, itt van még egy kis vas. Akkor nem erre, hanem mondjuk erre, vagy itt az a nagy terem, ahol itt szedtük ki a szenet is, szóval most jó helyen járunk per pillanat, és azt hiszem, hogy erről jöttem, vagy nem, erre mentem, és erről jöttem. Reméljük, mert itt egyre magasabbra megyünk, vagy nem. Jó, akkor már csak egy út lehet. Na, akkor... Ott járt... Nem, itt még nem jártunk, hogy... Vagy de? Nem, ez most megint ugyanaz a terem. Ah! Itt a sóder. Ott azt mondtuk, hogy... Mi van? Nem, itt is voltunk már. Ajaj, ez nagyon jó lesz így. Onnan fentről? Na, ez lehet. Igen, valószínűleg. Még egy kis vasat találtunk. Szén most, nem? Aha, itt van, igen, itt a lazul is. Szenet nem szedjük ki, viszont a lazulit azt kiszedjük. XP-ből is sokat ad. Egész sokat. Ide majd egy másik részben elnézünk, mert most már inkább haza kéne menni, mert most megjött a kedvem a bányászáshoz végül is, csak most már a viszont a videóból meg videóidőből pedig ki is futottunk, mert már biztos, vagy egy fél órája megy a rész. Szóval tényleg be kéne már fejezni. Legalábbis én azon vagyok, csak nyersanyagok elcsábítottak. Hello! Gyere! Gyere! Cic, 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 cic.
Ó, kösz. Emlék. Jó. Aha, oké, itt meg már ez a barlang első kezdetleges helye. Jó, innen már ismerős. Igen, itt a kapu is. És akkor itt meg már mehetünk is fel. Valószínűleg éjszaka van, ugye, ahogy szokott. Mindjárt megnézzük. Mondtam én. Jó, alszunk egyet. Jó, és akkor gyorsan berakom sülni a érceket. Ó, most jó sok vasat szereztünk, még az aranyat is majd el kell. Na de, igazából ez a rész szerintem ennyi lett volna, remélem tetszett a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra további videókért, és a gibimc@mailbox.hu e-mail címre küldhettek továbbra, hát még nem továbbra is, mert még egy se jött, de küldhettek mapokat erre. És én megköszönöm szépen a figyelmeteket, ez lett volna a Survivor sorozatom következő része, én Gibi vagyok, sziasztok!